A Bartók Béla téren idén is teljesült a jazzkedvelők álma, immáron 11. alkalommal népesült be a tér zenebarátokkal. A hagyományokhoz Szűen Mics Gergely és Vörös Tamás szervezésében 3 napon át a több évtizedes hagyományt újraélesztő találkozón a műfaj hazai és külföldi nagyágyúi lépnek fel. Azt gondolom, hogy kell talán a Tamás személyének és az én személyemnek is a hitelessége. Nagyon régóta csináltuk azt a dolgot, aminek az eredménye az volt, hogy egyáltalán 2014-ben a város támogatásával újra álmodhattuk az Alberékia Festet, és aztán évről évre sikerült olyan programot összeraknunk, ami a közönségnek pedig csalogató volt, és azt gondolom, hogy ez a városnak egy sikerrendezménye. Vörös Tamás kettős minőségében a találkozó főszervezőjeként, illetve a Vörös Tamás projekt zenekarvezetőjeként elsőként lépett színpadra csapatával. 11 éve azért ez egy nagyon nagy dolog már, korban is, hogyha belegondolom. Ha visszaszámoljuk mi a 11 évünket, az is már szép kor, de ez egy, szerintem egy állati jó dolog. A következő dalokban a Honi Jazz kivételes kvalitású énekesét Vörös Jankát köszönthettük, aki saját szerzeményeivel varázsolta el a hozzáértőket. Nagyon izgulok, pont azért, mert 2 olyan dal fog ma elhangzani, amit még soha senki nem hallott, azokon kívül, akik játszanak rajta, és mindkettő dalban, az egyikben teljesen én vagyok a zeneszerző, én is hangszereltem, tehát minden, ami szól, az az én fejemből pattant ki. A másik dalt közösen Horváth Janóval írtuk, és mindkettőre nagyon büszke vagyok, de úgy gondolom, hogy ezek az első ilyen önálló szárny próbálgatásaim. Az est csodája az Egria négyzeten feat volt, 3 generáció egy színpadon. A zongoránál a fiatalok jeles képviselője a junior prímadíjas Egri János junior, a nagybőgőnél a hangszer első számú képviselője és virtuóz mestere Egri János, a doboknál pedig a rangidős, élő legenda a Liszt Ferenc díjas Kőszegi Imre. Repertoárjuk Szakcsilakatos Béla kompozícióból, saját szerzeményeikből és az amerikai jazz standard átdolgozásokból tevődött össze. Nem mostoha számomra a személye, a barátsága, a kollegialitása, a zenészsége, a művészete. A programban pénteken először Antal Gábor, majd a Gyárfás Tamás vezette trió lép színpadra Molnár Enikő énekessel, ezt követően az amerikai blues gyökereiből táplálkozó Gerrick David World Blues zenéjét hallhatjuk.